4 méteres mélységben a labdával zsonglőrködő víz alatti rögbi játékos. Török ügyvédként megszólaló szinkronhang. A magyar törvényhozás által célba vett hívástitkosító alkalmazás. Jó gondolják, kedves nézőink, a közös nevező ezúttal sem lehet más, mint a legváltozatosabb budapesti élethelyzetekben is fellelhető vajdasági szál. Kövessék velünk együtt a nyomokat az elkövetkező fél órában. És ne lepődjenek meg, ha furcsa szituációkba kerülnek velünk. Szedjük a lábunkat, újpesti telephelyén már vár minket Szabó Zsolt, a Trevenum Kft. Igazgatója. Épp leltár van a villamossági anyagokkal foglalkozó üzletben. Annak rendje és módja szerint inkben vezet minket körbe a cég tulajdonos. De a táskájába be van készítve az úszógatya, a pipa és a búvár szemüveg. Az úszony csak azért nem, mert az az edzések helyszínén várja Zsoltot. Hétfő és péntek esténként ugyanis béka emberré változik, és Magyarország egyetlen víz alatti rögbi csapatának edzéseit látogatja a csókai származású villamosmérnök. Nem túl gyakori módja ez a kikapcsolódásnak, kíváncsiak is vagyunk, hogyan esett erre a választása. Búvárkodtam itt a, hát nem tudom, 2000-es évek elején valamikor elkezdtem, és így egy búvárklubban a Tűzér utcában találtam rá egy csapatra, akik víz alatt tulajdonképpen labdajátékot űztek, és ahogy rögbinek nevezték ők ezt, be kellett juttatni kosárba tulajdonképpen a labdát, és ahogy ezt játszottam egyetlen egyszer, ez nekem annyira megtetszett, hogy tudtam, hogy ezt folytatni akarom. A sport gyermekkorától kezdve jelen van az életében, és már számos válfaját ki is próbálta, de itt ennél többről van szó. Még egy sportág létrehozásában, tehát ritkán adatik meg az embernek, hogy részt vegyen, de ez a történet az, hogy Magyarországon nem létezett ez a sport. Tehát ezt a sportot a múlt század 60-as éveiben német búvárok találták fel, és azóta létezik, de Magyarországra nem jutott el. Akik játszották búvárklubokban, mert hát azért a híre eljutott, ők egy valami hasonlót játszottak, amit ők elneveztek rögbinek, de valójában nem volt az. Jó volna az edzésre is odaérni, ezért útközben folytatjuk a beszélgetést. Sikeres vállalkozóként a saját bőrén tapasztalja, mekkora terhet ró a szervezetre és az idegrendszerre a helytállás a budapesti taposómalomban. Változatos módjait gyakorolja a feszültséglevezetésnek. A rögbi mellett jógázik, maradék szabad idejében pedig irodalmi vizeken kalózkodik, sokat olvas és szép irodalmi kurzusokra is jár, naplót vezet. Mint meséli, mostanában sokat örlődik azon, hogy merre tovább. Meg vagyok ezzel lőve, hogy belelássak egy középcéget, meg egy nagy céget ebbe az egészbe. Forgalmilag egyébként nem vagyunk rosszak, mert tavaly már 370 millió forintot csináltunk forgalomban, az nettóban, az lenne egy rossz. Mielőtt elindított a saját cégét, vezérigazgatóként vitt sikerre egy másik vállalatot. 5 év alatt egy 2 milliárdos forgalmú céget sikerült belőle csinálni. És hétfő volt, a hetediknek mentem oda, és akkor amikor eljöttem, voltunk 30-an körülbelül. Ugye nekem kellett felvenni az embereket. Na mindegy, szóval ez egy ilyen történet volt. Tehát úgymond egy nagy cégnek a gründolását már, vagy középnagyságú cégnek a gründolását már végigcsináltam, de most valahogy mégis ockodok ugyanazon végigmenni. Közben meg is érkezünk a Margit hídhoz, ahonnan gyalogosan vesszük célba a hajós Alfréd uszodát. Márairól és Hály Jánosról beszélgetünk, előbbi nagy kedvence, utóbbi a féle mentora Zsoltnak. Persze arról is szó esik, hogy mi vár ránk a Margit szigeten. Mint megtudjuk, nagy gondja a Tiszavilág névre keresztelt csapatnak az új tagok toborzása. Pár évvel ezelőtt volt egy kiváló együttesük, amellyel megállták a helyüket a jóval komolyabb hagyományokkal rendelkező cseh, német és osztrák csapatok ellen is. Nehéz azonban olyan fiatalokat találni, akiknek továbbadhatnák a stafétát. Pontosabban a sósvízzel töltött labdákat, amelyek nehezebbek a medence vízénél, így lehet velük a mélyben is passzolgatni, illetve egy sikeres támadás esetén bejuttatni a célba. Igen, ide kell bejuttatni a vízbe labdát. A szabály az, hogy a védekező játékosok ráfekhetnek a kapura, csak nem lóphat bele a vállal. Tehát az nincs, ha
az egyik válla ugye belóg, a másik itt fönt van, akkor büntetőt ítélnek ellenük. A rögbisek együtt edzenek a messzeföldön híres magyar vízilabdázókkal, akik elismeréssel beszélnek róluk. Egyszer kipróbáltuk mi is, és bár könnyűnek látszik kívülről, de egyébként baromira nehéz. Tehát minket, mint vízilabdásokat is eléggé próbára tett az az egy alkalom, amikor ezt kipróbáltuk. Kevesen voltak még talán a Tüzér utcai úszodában, és megkértek minket, hogy szálljunk be, és gyakorlatilag szerintem hülyére vertek minket. Kicsit elbeszéltük az időt, a többiek már nagyban ússzák a hosszakat. Ezért Zsolt is siet behozni a lemaradást. Szerencsére sokat mesélt a sportágról, így van szamár vezetünk ahhoz, amit látunk. A kapu előtt egy óriási tumultus szokott lenni, tehát és harc a játékosok között, és elég borzasztó nagy tumultus tulajdonképpen, tehát egy víz alatt, egy ilyen légszomjas állapotban, hogy az emberek képesek küzdeni. A dolog szól az önkontrollról is, tehát erről a bizonyos légszomnak a kontrollálásáról is, nem szokott ezzel soha baj lenni, tehát még soha én nem észleltem olyat, hogy valaki pánikba esett, tehát pont ezért erről a bizonyos kontrollról, hogy én tudom azt, hogy hol állok a levegővel, és meddig fogom kibírni, mikor fogok feljönni. A másik, hogy a felfelé menő játékos, tehát aki a labdát eldobta, azt nem szabad bántani. És ezzel se szokott probléma lenni, tehát ugye mindig felengedi. A felvidéki származású Csépő László volt az, aki Magyarországon meghonosította ebben a formájában a sportágat. Ő maga egyetemista korában Csehszlovákiában lest el azt a búvároktól. Bár egyre nagyobb erőfeszítést igényel a részéről, ma is a csapat rendelkezésére áll. Van olyan mondás, hogy öregebb az ember, annál butább és annál kevesebb oxigént fogyaszt az agya, úgyhogy annál jobban bírja víz alatt. De ez visznek jól el való. Hát szóval megterhelő, szóval izomzatra és levegőre is. Erővel nem bírom a kollégásokkal. Nagyon igényes a játék, viszont nehéz azért a labda, még a víz, ugye tömegre marad még, hogyha a súlya nincs is a vízben, de nehéz azért mozgatni. És hát ez egy nagyon erős karizma kellene, hogy az ember hatékonyan gyorsan tudja mozgatni a labdát ott a víz alatt, mert a nyúkál, ugye valaki el akarja venni, és hát csak tartja, akkor egy-kettőre kibekik, hogy elveszik, szóval megerőltetni, mindenképp megerőltetni. Bár időnként felröppen, hogy nemes cél lenne kijutatni a sportágat az olimpiára, ennek számos akadálya van. Elsősorban az, hogy a medence széléről nézve teljes mértékben élvezhetetlen a játék. Viszont egy átlátszó falu medencével, vagy egy jól közvetített televíziós megoldással már egészen más képet fest elénk a sportág. Jó néhány filmtekercs elkopott, mire a szinkronizálás technikája eljutott a jelenlegi fejlettségi szintre. A kezdetekkor az 1930-as években voltak olyan mozik, ahová hangosan bekiabálták a fordítást, de akadt arra is példa, hogy egy adott filmet több nyelven is leforgattak az adott országból érkező stábtagokkal. A magyar televízió történetében is vannak olyan híres esetek, mint például az 1962-es, amikor élő egyenes adásban szinkronizáltak le egy friss fesztiváldíjas orosz filmet. De a nagymúltú szinkron szakma máig ontja a legendákat és a legendás szereplőket. Náluk jártunk. Ja. A Masterfilm stúdiójában járunk, ahol épp a TV2-n futó török sorozatnak, a megtört szíveknek a szinkronizálása zajlik. Ez biztos. A Tom Hanks, Samuel Jackson, vagy éppen Russell Crowe magyar hangjaként is ismert Kőszegi Ákos ezúttal a Dzsihán nevű főszereplőnek kölcsönzi összetévezhetetlen orgánumát. A sajtót nem állítjuk meg. Sorozatbéli ügyvédje szinkronjának a csókai származású színészt Törköly Leventét választották. Nem túl meglepő módon. Mondjuk ilyen 30 kilóval könnyebb, de korban meg habitusban tiszta. Egyébként tisztára úgy néz ki, mint a faterom. Komolyan mondom. Tisztára. Jó. Levente 1991-ben a szabadkai és az újvidéki színházban eltöltött éveket követően szerződött Kaposvárra, az akkoriban az egyik legjobbnak tartott magyarországi társulathoz. Később leginkább oroszos akcentusú maffiózó karakterek megformálójaként láthatták viszont a vajdaságiak, magyar és amerikai akciófilmekben, és mint meséli, a skatuják a szinkronpályán sem kerülik el. Török sorozatból, most felrögtem az oroszos szemeket, mert olvasni fog. A török sorozatból fogok felolvasni a szerepemből egy néhány sort orosz akcentussal. Nem, délben van egy megbeszélésem, de egy kávét meginnék. Haha, bemutattam Jávuz urat a dolgozóknak,
Nagyon jó főnököt választottál, erre született. Egy pillanat alatt szót értett a dolgozókkal. De egyébként ezt a vajdaságok jól tudják csinálni, ezzel nincs semmi gond. 5 éve teljesen hátat fordított a színháznak, és a szinkronizálásnak szenteli ideje nagy részét. Így ma ő a legfoglalkoztatottabb vajdasági a szakmában. Tehát igazából hallom, hogy mit beszél ő, és tudom, hogy miről beszél, közben meg ugye látom a leírt szövegemet, és ez az egyik, hogy azt tudjam követni. A másik az, hogy nyilvánvaló vigyek bele életet is, tehát megpróbáljam művészi szinten tartani a dolgot, és nem csak technikailag rendben tartani a dolgot. De azért az egyik legfontosabb dolog, hogy azért technikailag tegyük rendbe azt a gyereket, mert hogyha nincs szájon, akkor a művészet is elmehet a fenébe. Nem kapkod rá a dolgot? Holnap kezd neki. Holnap akarom. Ez nem jó. Rendben. Ne, hát az, én hát tudom előre, hogy soha nem fogom tudni kimondani. Ez biztos. Nem kapkodod el. Nem sieted el? Nem sieted el? Nem kapkodod el. Nem kapkodod el. Olcsóbb szó. Nem ritka, hogy a színészeknek menet közben kell módosítaniuk egy-egy mondatot, de Levente ennél alaposabban is belekóstolt már a szövegírásba. A hátul dolgozó gyártásvezető behívott hozzá, azt mondja, hogy gyere Levente, azt hallottam, hogy te beszélsz szlovákul. Hát mondom, nem beszélek szlovákul, de miért? Gyere, van itt egy szlovák film, és hogy nincs fordítónk hozzá. És oda mentem a számítógépre, és nézem, mondom, ez nem szlovák, ez szerb, ez a Kusturicának a Cönnamácska Bélim, a Macskaja című film. Jó van, azt mondja, szlovák vagy szerb, meg tudom csinálni, vagy nem? Mondom, persze, meg tudom csinálni. Lefordítottam a Macskajajt magyarra, amiből ugye szlogenek születtek, és azóta is erről beszélünk az ország. És szerintem az jó sikerült. Aztán jött az Underground, meg még néhány ilyen fordítás. Valami baj van, megyek megnézem, mi van a nagypapával, addig ülj itt és kérlek, ne csinálj semmi hülyeséget! Hoppá! Leventét Hornyák Mihály szinkronrendező választotta ki erre a feladatra, bár mind jellemzőbb, hogy a megrendelőknek határozott kérésük van egy-egy szinkront illetően. Hát a külseje is hasonlít hozzá, de hang után, meghallottam is, a hangja hasonlított rá. Tehát ilyen, mint a Leventének mély dörmögő hang, de abszolút spurva van a kinézetével is. Tehát meglátsz valakit, és megmisnálod a hangját, ez csak követ, mert teljesen olyan. De tudnék mondani olyan példát, például a Kalambó. Peter Fordnak jelenleg a magas hangja volt, és így vagy, de ott ilyen menne. És az a Szabó Gyenek meg nagyon szép, kellemes, mély baritonja volt. És mégis isteni volt. Holott a hang abszolút nem egyezett. És mégis teli találat volt. Tele? 2 kérek. 2 gallont? $2. Ha már a megrendelők, el is látogattunk a TV2-höz, ahol Malik Andrea, a szinkroncsoport vezetője, a csatorna reggeli műsorának, a Mokkának a teraszán fogadott minket. Nyilván, hogyha ismertebb egy színész, akkor sokkal jobban lehet rá marketingkampányt építeni. Ugye nálunk, hogyha egy új sorozat indul olyan sávban, akkor azért az megszokott a tényekben, a Mokkában, a riportokban jelenni aktívban, ugye régebben. És például megint egy török sorozatot tudok felhozni, a Kuzei Günejt, ami nagy népszerűségnek is örvendett egyébként Magyarországon. Annál úgy sikerült a 2 főszereplőt kiválasztani, hogy Szinetár Dori volt a női főszereplőnk, illetve az ő párja, azóta férje Makranci Zalán. Tehát, hogy ők a magánéletben is egy pár, és a sorozatban is egy párt játszottak, és szerintem ez tök jól jött ki, és nyilván a választásban ez is befolyásolt bennünket. Mint meséli, Kőszegi Ákost ő maga szemelte ki Dzsihán hangjának, de ez csak a jéghegy csúcsa, az igazi rajongók ennél jóval a mélyebbre ásnak. Kifejezetten vannak rajongói klubok a telenovellák körül. Tehát vannak olyan portálok, akik rendszeresen megkeresnek bennünket, hogy az utolsó utáni pici szereplő, aki éppen csak a kórházba bekopogott, neki ki volt a magyar hangja. Tehát ilyen szinten dokumentálják. Nagyon nagy rajongói tábora van ennek a műfajnak nálunk Magyarországon. Az elválaszthatatlan szinkronpárosok sora vége láthatatlan. Gondoljunk csak Al Pacino és megboldogult Végvári Tamás, Michael Douglas és Dörner György, Pierce Brosnan és Kautsky Armand, vagy éppen Julia Roberts és Tóth Enikő duójára. Mondjuk az botrány lenne, hogyha Woody Allen nem akárnak adnátok, vagy van egy ilyen rendezői összebeszélés, hogy akkor őt már úgy szokták meg, akkor most már ne változtassunk? Botrány lenne, azért lenne botrány, mert ugye a néző az első, és a néző megszokta vele, és a néző vele szereti.
Tehát ők most már véleményeznek, beírnak, és az internetvilágában beírnak a TV2-höz, beírnak a Story TV-hez, beírnak, mindenhová írnak, Magyar Televízióhoz, hogy miért ez lett, kikérik maguknak. Nem tudom nekik elmondani, hogy miért, hogy elmagyaráznám, hogy értsd meg azért, mert nincs itthon. Nekem fel kellett egyszerre a repülőre készítettünk filmet, ez egy Sandra Bullock film volt, és Füra Nikó nem ért rá, de elég gyorsan meg kellett csinálnunk. És ki legyen, és akkor a Liptai Klaudiával csináltam a Sandra Bullock filmet. Szerintem a Klaudia még egyszer se csinálta, akkor velem megcsinálta. Nem volt rossz, de hát ha mindig a Füra Nikó csinálja, akkor én mi jogon szedem el tőle, és én úgy szerettem volna elmondani, hogy tudom, hogy ki csinálja, ne haragudjatok, bocsássátok ezt meg nekem, de nem tudtam mit tenni, fel kellett venni a filmet, mert mennie kellett. A Masterfilm stúdiójában egyszer csak ismerős arc hágult el a folyosón. A szabadkai Karácsonyi Zoltán nagy rohanásban van, de egy röpke mondat erejéig helyet foglal a kameránk előtt, csak hogy elmeséljen, mi járatban van. Agymenők. Az egyik kedvencem. Nem vicc, tehát régóta szinkronizálok, de úgy meg tudom számolni, hogy tehát mi az, ami számít, amit szeretek. Ez egy vígjáték. Elképesztő humorral, annak idején nem is tudom, 5-6 éve csináljuk, és mindig úgy vettük, hogy párossával ketten, tehát ez így igazából 4 fiúról szól, meg egy lány, aztán ez szép lassan kibővült, tehát eleinte betettek minket párba, de olyan brilliáns a szövegkörnyezet, annyi poén van, hogy minden mondat poén, úgyhogy igazából nem haladtunk, és állandóan elcsúsztunk, mert röhögtünk, és úgyhogy szétválasztottak minket, hogy legalább egymás végszavát ne halljuk, hogy csak a saját poénunkon röhögjünk. De már szalad is tovább. Most a Pesti Színházba kell lennem 20 perc múlva, mert a Jó estét nyár, Jó estét szerelmet játszuk. Belegi Péter is azok közé tartozik, akiknek nem csak a hangját, de az arcát is jól ismerhetik a nézők. A Mikroszkóp színpad meghatározó alakja kereken 50 éve, 21 éves kora óta része a 80 éves magyar szinkron szakmának. Egy ilyen elterjedt nézet, hogy a magyar szinkron az világszínvonalú volt, világhírű. Hogy ennek ön szerint volt, vagy van valóság alapja, illetve ha valóban ez a tényállás, akkor ez minek köszönhető? Kérlek szépen, a dolog meggondolásra késztet, hogy mit válaszoljak. Ne, őszinte vagyok. Én most jöttem ki egy stúdióból, ahol az előbb említett új módszerekkel, digitális módszerekkel dolgozó szinkron stúdióban dolgoztam. Majdnem 100 tekercset csináltam meg, 3 óra alatt, ami elég normális teljesítménynek számít, különösen ebben az életkorban. Na már most. Ha őszinte akarok lenni, akkor azt mondom neked, hogy inkább átment a szinkron a technikába, mint a művészetbe. Lehet, hogy megszépíti sok minden a múltat, de ha megnézek egy 70-es, 80-es években készült szinkront, mármint filmet és a magyar szinkront, hát kiráz a hideg a gyönyörtől. Egyrészt azok a hangok, a Básti Lajostól a Sinkovics Imréig, és most sorolhatnám hosszan a neveket, azok a Fülöp Zsigmondtól, és hát a fiatalabb korosztály és számtalan tagját, akik már nem annyira fiatalok persze, azok ezt a dolgot nem csak technikával oldották meg, hanem valami egészen különleges alkalmazkodó képességükkel belebújtak a figurákban. Aztán voltak híres külföldi szereplők híres hangjai, hogy arról ismerték fel a Láng Józsefet, hogy ő az angyal. Mese nincs, hogyha egy kért egy kiló kenyeret az üzletben, jaj, ez az angyal, mert a hang beült, tudod? Vagy hát a Sinkovics, és hagyd nem mondjam, mert tényleg számtalan remek színész, remek alakításokat nyújtott. Kontrollálhatatlanná vált volna a helyzet. Hazán lelkileg így is padlón van. Teljesen kikészült. Nem is tudom, hogy mit tegyek. Rendben, ezt elismerem. Elismerem, de engem idegesít, hogy a fickó csak így megúszta. Add meg a pasas nevét. Majd én utána nézek, hogy ki ez, mi ez.
Mondhatnánk, hogy a kriptók életében minden a Snowden üggyel kezdődött, de ez így nem lenne teljesen igaz, hiszen még a világméretű botrány kirobbanása előtt elkészült a hívást titkosító mobiltelefonos alkalmazás. Viszont az kétségkívül állja, hogy a lendületet a kriptóknak, ugyanúgy, mint az egész műfajnak, Edward Snowden nagy port kavart kiszivárogtatásai adták meg. Ki gondolkodott volna hívást titkosító alkalmazások vásárlásán ez az eset előtt? Az emberek többsége ekkor gondolt csak igazán bele, milyen könnyedén le lehet hallgatni mobiltelefonjainkat. Az volt a legelső, nagyon sokan szkeptikusak voltak még, nem értették, hogy valóban ez probléma, valóban oda kell erre a területre figyelni. Most viszont az elmúlt másfél-két évben olyan sokszor volt a médiában ez a témakör, hogy lehallgatás, adatlopás, adatszivárgás, stb., hogy már elkezdték az emberek ezt komolyan venni, és ezáltal mi is sokkal könnyebben tudjuk értékesíteni a termékünket, nem kell annyit magyarázni. A párizsi és a brüsszeli terrorcselekmények után újabb fordulatot vett a történet. A magyar kormány belekezdett egy terrorellenes törvénycsomag kidolgozásába, amely a napokban kerül a parlament elé. Műsorunk leadásáig ez nem történt meg. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető helyettese március 29-én az Indexnek nyilatkozva név szerint említette a kriptalkot. Mondván a nemzetbiztonság nem tud mit kezdeni az ilyen típusú alkalmazásokkal, ezért a belügy illegálissá tenné a terjesztésüket. A törvénytervezet első változatában az szerepelt, hogy 2 éves börtönbüntetésre ítélhetnék úgy a használókat, mint a szolgáltatók azon munkatársait, akik nem adják ki a hatóságoknak a feltöréshez szükséges kódokat. Márpedig a kriptók lényege épp az, hogy maguk a gyártók se tudnak hozzáférni a hívások tartalmához. Az ezt követő szakértői egyeztetések során alapos ráncfelvarráson esett át a tervezet. A törvényjavaslat jelenleg úgy rendelkezik, hogy azon szolgáltatások esetében, ahol a titkosítás a végpontok között valósul meg, ott nem kötelezik a szolgáltatókat a hangfolyam vagy az adatfolyam hozzáférésének átadására. Mindösszesen a híváshoz kapcsolódó metaadatokat kellene rögzíteni. Magyarán, hogy A felhívta B-t, 23 óra 40 perckor és 15 percig beszéltek. Mi ilyeneket se tárolunk jelenleg a felhasználóinkról, és ez az, amit majd meg kell vizsgálnunk, hogyha ez a törvény lép hatályba, ami most napirenden van, hogy ezt hajlandóak vagyunk-e akkor tárolni ezeket az információkat, illetve hogy az ügyfeleink mit szólnak majd ehhez, hogyha egy ilyen információ tárolásra kerül. A szabadkai származású alapító szerint máshol kell keresni a probléma gyökerét. Ezzel pont a hogy is mondjam, a normális emberek, a normális üzleti felhasználók fognak kárt szenvedni a privacy oltárán. Szóval az, hogy gyakorlatilag megnehezítik vagy ellehetetlenítik az üzleti információk vagy a hívások védelmét, ez pont nem a terrorizmus ellen fog, hogy is mondjam, fogást adni, mert azok, nem tudom mennyire követétek a híreket, például a brüsszeli támadásoknál eldobható, benzinkúton megvásárolható mobiltelefonokat használtak egy hívásra, és találtuk náluk még vagy 10 telefont, amivel fel voltak készülve további hívásokra, és most az lekövethetetlen. Az, hogy egy üzletember egy céges szerződést köt nálunk, vagy egy magánszemély, vagy kisvállalkozó letölti az App Store-ból az alkalmazást, és bankkártyával megvásárolja az előfizetési csomagot, az egy olyan kockázat, amit egy bűnöző, egy terrorista nem vállalna be. Már alapításakor is kulcskérdés volt a hatóság viszonyulása, ezért Svédországban jegyeztették be Arenim Technologies néven cégüket, de összesen 30 országban vannak jelen a kriptókkal. Említett, hogy 30 országban jelen vagytok. A többi országban mit tapasztaltok ezen a téren? Van-e ez a harc a kormány, illetve a hozzátok a hasonló szolgáltatásokat nyújtók között? Tehát nem, más országban nem tapasztalunk ezzel kapcsolatosan ellenállást. A legtöbb EU-s ország rendkívül támogató jelleggel lép fel az ilyen jellegű szolgáltatások kapcsán. Pontosan tudják azt mérlegelni, hogy milyen haszna vagy milyen kára van egy ilyen szolgáltatásnak. Most Magyarországon szerintem még nem tiszta a szituáció ezzel kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy a nagy csomagnak ez egy apró pontja, viszont ez az apró pont ez nem biztos, hogy megfelelő alapossággal került átgondolásra, megtervezésre. Számos nemzetközi és hazai megmérettetésen bizonyított már a cég. Így nem csoda, hogy érkeznek arról hírek, hogy a titkosszolgálatok is számon tartják az alkalmazást, ha nem is járnak kávézni Attiláik Infoparkban található irodájába.
a titok körül forog a tevékenységetek, és már említettük is, hogy azért itt az titkosszolgálatokat érintő terület kerültök-e kapcsolatba minden nap hétökben a titkosszolgálatokat? Nem, eddig semmilyen precedens nem volt. Mi is azon gondolkoztunk, hogy hú, majd mikor jön az az idő, amikor majd kopogtatnak a fekete öltönyös embergék az ajtónkon, eddig erre nem került sor. Szóval gyakorlatilag nem, valószínűleg nincs is olyan felhasználó, akinél ez problémát jelentett volna, de nem, egyáltalán nem volt eddig erre precedens. Gus Hunt korábbi CIA vezetővel azért már elbeszélgettek az alkalmazásról. Körülbelül 2 évvel ezelőtt részt vettünk Las Vegasban a CTIA-nak, ez egy ilyen mobil technológiai kiállítás volt, ahol beválasztottak minket a 40 legkiemelkedőbb mobil technológiát fejlesztő cég közé, és ott lehetőségünk volt a CIA korábbi műszaki igazgatójával egy jó kis egyeztetést lefolytatni, és igazából, mint mondom, ez egy informális beszélgetés volt, ahol azt mondta, hogy ők is látják, hogy milyen komoly igény van arra, hogy az emberek meg tudják védeni a saját adataikat, ők is látják azt, hogy ez valamilyen szinten egy kétélű fegyver, mert azok a szereplők is használhatják, akik nem kellene, hogy használják, gondolunk itt a terrorizmus résztvevőire, de az a megoldás, hogy mi ezt nem egy ingyenesen, anonim módon elérhető termékként szolgáltatjuk, hanem egy validált bankkártyával vagy utalással letámasztott rendszerben kínáljuk, ez mindenki számára megnyugtató választ adott. Hogy ma már védelem nélkül habkönnyű célpontnak számít a telefonunk, afelől nem sok kétséget hagy. Szerintem a legtöbb embernek ezzel nincs problémája, hogy egy hatóság adott esetben le tudja hallgatni. Az igazi probléma az, hogy ma már olcsó pénzért, néhány száz eurós nagyságrendért az interneten beszerezhetők olyan eszközök, amelyek segítségével akár a konkurencia le tudja hallgatni az üzleti titkainkat, az üzleti hívásainkat. Szóval vesznek egy rádió adóvévő készüléket, rákapcsolnak egy hálózati analizátort, kiszemelik az áldozatot, és a GSM hívás egy ilyen hálózati analizátorral felveszik, és egy kisebb, hogy is mondjam, ilyen dekodolási eljárás után ezeket a hívásokat vissza lehet hallgatni. Erre nagyon sok referenciát lehet találni már az interneten is, hogy vannak ilyen projektek, sőt, ha egy kicsit távolabb megyünk, mondjuk a voice-over IP hívások, amik szintén egy nagyon nagy részét teszik ki ma már a kommunikációnak, azok ennél még egyszerűbb módon lehallgathatóak. Tényleg, ahogy Szadi szokta mondani, egy második éves egyetemista rátesz egy hálózati analizátort, a hálózatra felveszi a hívást, és vissza se kell fejteni, ami akartak, ott van titkosítottan a hangcsomag. Szóval nagyon, nagyon sokféle módon kommunikálunk manapság. Ezen kommunikációs módok nagy része nagyon könnyen elcsíphető, visszafejthető, és mi ezekre a problémákra nyújtunk megoldást. A számos elismerés közül a legutóbbi a Magyar Innovációs Szövetség Startup Innovációs Díja, melyet 2 nappal azután adott át Kövér László házelnök a Magyarország gyűlésben, hogy bejelentették a törvénytervezetet. Mosolyogtunk egy nagyon érdekeset a szituáció, mert egy óriási megtiszteltetés volt a parlamentben átvenni ezt a díjat, és hogy pont előtte 1-2 nappal jött elő ez a törvénycsomag, ami alapján mi nem kívánatosak lettünk volna az országban. Ez egy nagyon érdekes, hogy is mondjam, kontrasztot eredményezett, de ezek a dolgok most már azóta elcsitultak, mint mondtam, már nem állnak fent ezek a veszélyek, úgyhogy nem leszünk büntethetőek sem, hanem valamilyen szinten az állam kontrollálni szeretné ezeknek a rendszereknek a használatát. Kedves nézőink, köszönjük, hogy immáron több mint 1/2 éve velünk tartanak. Ennek apropójából készültünk egy kis performanszal a Chevy Jeans együttes közreműködésével. Legközelebb június 19-én várjuk Önöket, addig is keressék klippünk teljes változatát a Facebook oldalunkon. If I haver, hey, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 miles.